Önfeledten táncolnak az emberek szilveszter éjjelén Szekszárdon a Béla téren. Azonban nem mindenkinek végződött túl jól a mulatság az év utolsó napján. Alkoholmérgezés miatt többen kerültek kórházba, és volt, akinek az életét is meg kellett menteni, mondta a Tolna megyei Balassa János Kórház sürgősségi osztályának ügyeletes orvosa. Jellemző volt az, hogy megnövekedett az osztálynak a terhelése. Több ember került sürgősségi osztályra amiatt, ami a karácsonyi ünnepkörrel összefüggésben táplálkozási kilengések, vagy akár alkoholhasználat miatt állt elő kórkép. Érdekes módon szilveszter környékén az alkohol mérgezetteknek a száma jelentősen nem emelkedett a korábbi évekhez képest, viszont sajnos idén is volt arra példa, hogy életmentő beavatkozást kellett végeznünk alkoholmérgezett emberrel. Ebben nincs változás, évek óta nagyjából ugyanannyian kerülnek kórházba az ünnepek alatt elfogyasztott ételek, italok, energiaitalok miatt. Az ügyeletes orvos azt mondja, sokan még a kórházba kerülve sem néznek szembe helyzetükkel. Helytelen táplálkozás, kevés testmozgás, túlzott alkohol és dohánytermékfogyasztás, ezeknek a hatásai az ünnepek során is észlelhető volt. Felmérések szerint egyébként egyre fiatalabb korosztályt érint a túlzott alkoholfogyasztás. A magyar középiskolások harmada rendszeresen iszik egy tavaly novemberben készült online felmérés szerint. Ráadásul a magyar kamaszok különösen sokat isznak az európai országokhoz képest is. A magyar kamaszlányok rúgnak be a harmadik legnagyobb arányban Európában, a magyar fiúk pedig a kontinens legnagyobb fiatal ivói.